meg a szót, parancsőm. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót, tisztelt ház. Közel 4 hónapja tört ki az orosz-ukrán háború. Bár sokan tettek azért, hogy a felek ne kezdjenek háborúba, sajnos a béketörekvések kudarcot vallottak. És ahogy a háború elhúzódott, egyre keményebb gazdasági válsággal nézünk szembe Európában. A szomszédunkban zajló háború elhozta sajnos Európában és a világban is a hiányok korszakát. Hiány van sok mindenből, energiahordozókból, hiány van gabonából, hiány van építőipari és ipari alapanyagokból, és jól tudjuk, hogy ahol hiány van, ott elszabaduló árak és infláció is lesz. Ami tovább ront a helyzeten, hogy mintha Brüsszelben további hiányok lennének. Hiány van kiszámíthatóságból, stabilitásból, de leginkább józan mérlegelésből, ami tovább fűti a háborús inflációt. Ezt támasztja alá az elhibázott brüsszeli szankciós politika, és az európai baloldal kifejezetten veszélyes ötletbőrzéje is. Frans Timmermans, az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke például nem csak a fűtés otthoni lekapcsolását javasolja, de szerinte jobb lenne, ha rövidebb ideig zuhanyoznánk, vagy éppen mosás helyett inkább csak kiszellőztetnék a ruhájukat az európai emberek. A német szocialista párt társvezetője pedig a vasárnapi vezetési tilalom elrendelését javasolta Németországban. Ami nagyobb baj, hogy a brüsszeli dili vonatra a fővárosi baloldal is fölült. Főpolgármester helyettesek például abban látják a háborús infláció letörését, hogy a magyarok, idézem őket, hagyják maguk mögött az autót, és üljenek át tömegközlekedésre, vagy változtassanak hűtési és fűtési szokásaikon. Ezek az életvezetési tanácsok, vagy éppen képtelen ötletek, kinek hogy tetszik, végül oda vezetnének, hogy a háborús infláció megmaradna, vagy inkább tovább nőne, és végül nekünk magyaroknak kéne megfizetni a háború árát. A baloldali ötletek tehát nem a megoldást jelentik, hanem tovább mélyítik a problémát, és tovább növelik a háborús inflációt. Erre viszont nekünk nemet kell mondani. És mi úgy látjuk, hogy a baloldal őrült ötleteivel szemben a 2023-as költségvetés viszont képes megvédeni a magyar embereket a mai nehéz háborús időkben is. És mi erre a garancia? Hát először is az, hogy a 2023-as költségvetés gondolkodik a rezsi és honvédelmi alap létrehozásáról. A két alap 23-ban 1450 milliárd forint lesz, mely a háborús helyzetben extra profitra szertevő multik és bankok hozzájárulásából származik. Ez az alap, ezek az alapok garantálják a rezsicsökkentés fenntartását és a magyar emberek fizikai biztonságának megőrzését is. Ugyanilyen fontos, hogy a magyar gazdaság továbbra is növekedési pályán maradjon. Ezért kell részint nemet mondani a globális minimumadóra, hogy 2023-ban is stabil fejlődéssel számolhassunk, és a magyar emberek meg tudják tartani a munkájukat. Harmadszorra pedig a családok és a nyugdíjasok védelme Fidesz-KDNP számára továbbra is prioritás. Megmaradt tehát a 13. havi nyugdíj, értékállóságukat a nyugdíjemelés garantálja. És a nehéz helyzet dacára is megmaradnak a családtámogatások és a 25 év alattiak SZIA mentessége is. A magyar emberek védelmét tehát nem a baloldal képtelen ötletei, hanem egy stabil növekedési pályán tartott, feszes költségvetés rendelkező Magyarország jelenti, amely képes fenntartani a rezsicsökkentést és megvédeni az embereket. A KDNP továbbra is kitart a kormánya közös álláspontunk mellett, miszerint Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból, és nem lehet engedni, hogy a magyar emberekkel fizettessék meg a háború árát. Ezért arra kérném az általános vita előtt tisztelt baloldali képviselőtársaimat, főként az április 3-ai választási eredmények fényében, hogy ebben a háborús időben tegyék félre a pártpolitikai szempontokat, és csak azért ne mondjanak nemet a költségvetésre, mert azt a Fidesz-KDNP kormány nyújtotta be. Ahogy április 3-án a magyar emberek igent mondtak a stabilitásra és a biztonságra, úgy mondjanak végre önök is igent az ezeket a célokat szolgáló jövő évi költségvetésre. És köszönöm, hogy meghallgattak.